Volt, aki profi mozdulatokkal, más óvatosan szelte át a szekszárdi műjégpályát. A nyitónapra sokan érkeztek Tolna megye több pontjáról, a sportszerelmesei nagyon várták már ezt a napot. A szekszárdi Jakab Tihamér kisgyermekkora óta jégkorongozik, másfél éve freestyle korongozik, ő is ott volt a nyitónapon. Szeretek lejárni, és ez az úgymond második életem. Nyitott a koripálya Szekszárdon idén, ez az első nap, már nyitásra ide jöttünk. Én akár 8 órát, reggel 8-kor nyit a pálya, először délután 1 óráig van nyitva, utána van egy óra ebédszünet, és 2-től este 8-ig nyitva van. Általában mi szoktunk pályát tolni, és akár 8 órát is korizunk néha, igen. A jégszerelmesei között akad 6 éves és 66 éves is. Jakab András Erdélyből származik, jelenleg Gyönkön él, onnan utazott Szekszárdra kifejezetten a jégpálya nyitónapjára. Ő is alig várta, hogy felhúzhassa végre a korcsolyáját. Hosszú évtizedek óta űzi ezt a sportot, régen még jégkorongozott is. Azt mondja, ha nem tudna hol korcsolyázni, nagyon unalmasan telnének a téli hétvégék. Nagyon örülök neki. Miért? Hát mert nagyon szeretem, ez a mindenem. Télen, nyáron meg a bicikli. Hogyha ez nem lenne, akkor nagyon unatkozna télen? Hát igen. Mert hogy ez az egyik szabadidős elfoglaltság ilyenkor. Pontosan. Nekem elárulta korábban, hogy nagyon régóta fűzi szenvedély a jéghez. Mióta? 9 éves lehettem körülbelül. Amióta ittem van jégpálya, azóta mindig megyek, jövök. Mi pedig nem a nyúlcipőt, hanem a korcsolyát húztuk fel, amit a jégpályán levő kölcsönzőben szereztünk. Természetesen egy korcsolyázás segítő pingvin is dukált az alkalomhoz, lévén igazi kezdőkről van szó. Szerencsénkre a szekszárdi jégmadarakhoz tartozó profi korcsolyázók között akadt segítő szándékú sportoló is, akitől elleshettük a korcsolyázás alapjait. Ezzel váltogatjuk. És így lehet lépegetni, a súlypont belül marad, nem bővünk hátra, mert akkor elesünk. Engem 6 évesen kezdett el oktatni az edzem, először görkoronga, de nyáron kezdtem el korongozni, és olyankor görkorongoztunk. Utána jött a tél, hát lejöttünk ide a jégpályára, én durva 1,5 év alatt tanultam meg teljesen normálisan korizni. Ja, a jégpályán szoktatok csak korizni, vagy máshol is? Hát általában a jégpályán, de van olyan, amikor ha befagy a Duna, Tolnán, akkor oda. A 12 éve álló jégpálya a városi sportcsarnok mögött található, területén ingyen lehet csatlakozni az internethez. A pályán hétköznap délutánonként edzések zajlanak, hétvégén azonban reggel 8-tól, egy rövid ebédidőt kivéve, este 8-ig van nyitva. Este 9-től 10-ig pedig egyedi pályabérlésre is lehetőség nyílik.